Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban az idegrendszer sérüléséről beszélgetünk állandó vendégemmel, dr. Ilnicki Sándor neurológussal. Köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Üdvözlöm a kedves nézőket! Doktor úr, kezdjük azzal, hogy miért lett napjainkban kiemelt fontosságú az idegrendszeri sérülés és annak kialakulása, milyen jelentősége van? Elsősorban ez annak tudható be, hogy a jelenlegi technikai fejlődés, ami elsősorban jelen esetben azt jelenti, hogy a motorizáció az rengeteg olyan helyzetet eredményez, ami a sérüléseknek ugye hát az okát képezi, és nagyon sok a baleset. Tehát ugye minél gyorsabbak az autók, minél gyorsabbak a motorok, minél, hogy mondjam, vakmerőbbek az emberek, annál több a baleset. És ugye ezek a sérülések, ezek amellett, hogy számos egyéb szervet érinthetnek, az idegrendszert is gyakran károsítják, és hát ugye ezeknek a következménye azok gyakran életre szólóak. És hát mondjuk egy fiatal ember, aki mondjuk 18-20 éves korában szenved egy balesetet, és mondjuk ennek következtében megbénul, az még utána élhet akár 50 évet is, úgyhogy mondjuk tolószékben vagy ágyban, és teljesen másokra utalva. Tehát ennek azért a családra, a társadalomra, hát és itt elsősorban a betegre óriási kihatásai vannak. Alapvetően elég nagy a témakör, de eredete és fajtája szerint az idegrendszeri sérüléseket hogyan csoportosíthatjuk? Azt szerint például, hogy ez egy direkt, vagy pedig egy közvetett behatás eredménye. Tehát például, ha mondjuk valakit egy baltával fejbe vágnak, az egy elég direkt sérülés, tehát olyankor mondjuk az illetőnek betörik a feje, és esetleg az agya is sérül. De van olyan, hogy szinte semmiféle külsérre nincsen, csak egy olyan indirekt behatás, hogy például egy autó balesetnél, ahol akár be is van kötve a beteg, a hirtelen mondjuk lassulás, amikor belecsapódik egy másik autóba, olyan mértékű elmozdulást okoz a beteg fejében, ami a benne elhelyezkedő agyat egyszerűen oda csapja belülről a koponyacsontnak. Tehát ott kívülről lehet, hogy semmi nem látszik, viszont bent igen komoly sérülés is lehet. Tehát lehet ez a direkt és indirekt, ezen kívül lehet olyan, hogy nyílt vagy zárt, nyilvánvalóan az előző példához visszautalva, hogyha valakit a baltának főleg az élével vágnak fejbe, annak lesz egy nyílt koponya sérülése, tehát ott megnyílik a koponyacsont, megnyílik az agyhártya, az agyvíz kifolyik esetleg, és az agy is megsérül. Ellenben ugye zárt sérülésnél ott lehet, hogy kívülről semmi nem látszik, vagy valami ugyan látszik, de a fontos az, hogy nem nyílik meg a koponya, nem nyílik meg a gerinccsatorna. Ennek ellenére komoly idegrendszeri sérülés lehet a következmény, és ennek az a lényege, hogy a kívülről látott elváltozás az abszolút nem feltétlenül áll arányban azzal, ami az idegrendszerben bekövetkezett. Ezen kívül a másik szempont az lehet, hogy a központi idegrendszert, azaz az agyat vagy a gerincvelőt érinti a sérülés, vagy pedig a környéki perifériás idegrendszert, azaz azokat az idegeket, amik kilépnek a koponyából, illetve a gerincből. Ahogyan említette, környéki és központi idegrendszerről beszélünk. Ezeknek a sérülései kapcsán miben különbözik egymástól a kettő? A legfontosabb különbség talán az, hogy a regenerációnak a lehetősége azok teljesen mások. Az idegrendszerben, az idegpályák, amik összekötik a különböző központokat, nem igazán tudnak regenerálódni azután, hogy mondjuk teljesen megszakadtak. És egy sérülésnél ez előfordulhat, hogy mondjuk egy idegpálya megszakad amiatt, hogy zúzódik, vagy bevérzés keletkezik benne, vagy egyszer mondjuk a gerincvelő esetében elszakad. Tehát itt nincs arra lehetőség, hogy mondjuk összevarjuk, és akkor az szépen összeheged, és akkor megint vezeti azokat az információkat, vagy impulzusokat, amit előtte. Ez egy nagyon komoly probléma. A környéki idegrendszernél az a helyzet, hogyha meg is szakad egy ideg, de a szakadt idegvégek nem távolodnak el nagyon egymástól, vagy azokat egyesítik egy varrattal, akkor az képes visszanőni oda, ahova eredetileg tartozott. Hát másik különbség az, hogy mondjuk egy központi idegrendszeri sérülés, elsősorban hogy az agyról beszélünk, akkor ez lehet egy életet veszélyeztető sérülés, és nagyon gyakran az is.
viszont a környéki idegrendszernek a sérülése azok ritkábban járnak ilyen közvetlen életveszélye, azok inkább funkcióvesztést okoznak, de gyakran előfordul az is, hogy egy nagyon súlyos traumánál sérül a koponya, sérül az agy, sérül a gerincvelő, és még esetleg környéki idegek is például, vagy úgy, hogy kiszakadnak a gerincből az ideggyökök, vagy maga az ideg elmetsződik valamilyen végtagi sérülésnél, tehát az idegrendszeri sérülések lehetnek nagyon összetettek is. Milyen formái vannak egyébként a központi idegrendszer sérülésének? Sérülhet az agy és a gerincvelő. Az agy sérülése az többféle lehet ezen belül. Lehet olyan, hogy amint említettem, neki csapódik az agyállomány a koponyacsontnak belülről, és emiatt zúzódás alakul ki. Ezt hívjuk agyzúzódásnak. Hogyha ez nem jár valamilyen strukturális károsodással, csak egyszerűen az agy mintegy megrázkódik a koponyában, ezt hívjuk köznyelven agyrázkódásnak, ennek nincsenek neurológiai tünetei, a betegnek vannak panaszai, amik többnyire néhány hét alatt maradéktalanul elmúlnak. Az agyzúzódásnál nem ilyen jó a helyzet, ott már valami tönkre ment az agyban, aztán az, hogy ez mennyire javul meg, ez egyénfüggő, időfüggő és sok minden egyéb tényező befolyásolja. Ezek az zúzódások, ezek nagyobb bevérzéseket is okozhatnak az agyban, amiknek ugye a felszívódása az ismét hosszabb időt vesz igénybe, és általában nem maradéktalan a javulás. Aztán, ami még gyakori, és egy alattomos dolog, az amikor vérömlenyek keletkeznek a koponyán belül, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a koponyacsont van az agy, és a kettő között vannak agyhártyák és agyvíz. Na most, itt több rétegben helyezkedhetnek el vérzések, ebben most nem mennék bele, de lényeg az, hogy egy sérülés után lehet, hogy ezek a vérömlenyek azonnal megjelennek, tehát perceken belül hatalmas bevérzés következik be, hogyha mondjuk ez egy ütőérből, artériából származik, az hatalmas nagy nyomással fröcsköli ki a vért. A másik lehetőség az, hogy mondjuk egy véna szakad meg, ami lehet, hogy a baleset után semmiféle tünetet, panaszt nem okoz, de néhány nap vagy hét után elér egy akkora méretet a vérömleny, hogy már az agyat összenyomja. Tehát ezekben az esetekben a probléma az, hogy az agy összenyomódik, és megnő a koponyában a nyomás, és ez okozza a beteg állapotában a romlást, és ezek életveszélyes szövődményeket okozhatnak. A gerincre áttérve ott a legsúlyosabb következmény, most a többit nem részletezném idő hiányában, az, amikor a gerincvelő állománya vagy részben, vagy teljesen megszakad. Ilyenkor ugye az van, hogy ha például ugye két csigolya teljesen elcsúszik egymáson, akkor mint egy olló elnyírja a gerincvelőt, ott gyakorlatilag semmiféle esély nincs arra, hogy bármiféle regeneráció legyen. Tehát amikor ilyen esetekben mindenféle csodás javulásokról vagy gyógyulásokról beszélnek, ezeket nem szabad komolyan, vagy nem szabad elhinni. És nem szabad pláne a betegekben olyan hamis reményeket kelteni mindenféle varázslat kapcsán, ami utána csak még nagyobb csalódást fog jelenteni. Ha a gerincvel csak részlegesen sérül, tehát megzúzódik vagy összenyomódik, akkor az eltelt időtől, ami a balesettől mondjuk a műtéti megoldásig eltelik, nagyon sok múlik. Tehát, hogyha ezt nagyon gyorsan meg tudják csinálni, amíg a gerincvel össze van nyomva, nem tart sokáig, akkor elképzelhető, hogy visszanyeri a funkcióit. Akár teljesen, akár részlegesen, de ha mondjuk egy gerincvel összenyomás fönnáll napokig, akkor gyakran utána már nem következik be a javulás, hiába is operálják meg a beteget. Nagyon sok mindent összefoglalt itt az imént. Arra kérném, akkor fejtsük ki, hogy mi jellemző a környéki idegrendszer sérülésére. Környéki idegrendszer sérülése az jellemző, hogyha mondjuk egy ideg elmetsződik vagy elszakad, akkor annak megfelelően az adott végtagon például az ellátott izmok megbénulnak, el is fognak sorvadni elég hamar, illetve az a bőrterület, amit az idegez be, az érzéketlen lesz, zsibbadni fog. Na most ezek a panaszok, tünetek mindaddig fönn fognak állni, amíg optimális esetben az ideg vissza tud nőni ugyanazokra a helyekre, ahol eredetileg ellátta ezeket a funkciókat. Ez egy nagyon lassú folyamat, tehát ez naponta a legfeljebb egy millimétert jelent, tehát hogyha valakinek, mit tudom én, a felkarján elszakad az ideg, akkor az legalább egy év vagy két év, amíg ez teljesen visszanül azokra a területekre, ahol eredetileg volt. Milyen vizsgálatok alkalmasak arra egyébként, hogy megállapítsák az idegrendszeri sérülést? A koponya esetében leggyakrabban a CT-t használják, azt is elmondom, hogy miért. Kérdezhetnék, miért nem MR-vizsgálatot? Az MR-vizsgálat a csontokat nem látja jól.
Viszont egy sérülésnél azt is fontos látnunk, hogy a csontokkal mi a helyzet, hogy van-e törés, repedés, azt egy MR-re nem biztos, hogy látjuk. És viszont a CT-n olyan mértékben meg lehet ítélni az agyállományt, hogy van-e olyan eltérés, ami mondjuk műtéti beavatkozást igényel. Nyilván vannak olyan apróságok, vannak olyan kisebb sérülések, amit a CT nem fog látni, de azok valószínűleg nem is igényelnek műtétet. Tehát elsősorban a CT-t végezzük. Másik oka ennek az, hogy egy súlyos sérült betegnél az MR vizsgálat az nagyon hosszú idő. Tehát nem lehet azt vállalni, hogy egy órát, másfél órát esetleg bent tölt az MR-ben, hogy végignézzünk több testrészt, hanem CT-vizsgálattal percek alatt az egész testet át lehet nézni, és általában alkalmas arra, hogy a sürgős ellátást igénylő sérüléseket felfedezzük. A gerinc esetében sokkal gyakrabban szükséges az, hogy MR-t végezzünk, mert például a gerincvelőnek az állapota az nem nagyon ítélhető meg a CT-vel, sőt olyan is van, hogy mind a kettőt el kell végezni. Környéki idegrendszernél ott nagyon fontos szerepet kapott az ultrahangvizsgálat, főleg az utóbbi években, mert most már vannak olyan jó felbontású készülékek, amik egész vékony idegeket is ki tudnak mutatni, ezeknek a sérülését, esetleg azt, hogy azok az idegvégek például eltávolodtak egymástól, vagy össze kell őket varni, vagy ha mondjuk egy idegpótlást csinálnak, akkor az jól sikerült-e. Tehát az ideg ultrahang az, ami ilyenkor nagyon sokat tud nekünk segíteni. Számtalan dolgot említettünk az imént, de alapvetően miként kezelhetőek ezek a sérülések, az idegrendszer sérülése? Amennyiben sürgősséget igénylő, például bevérzés van a koponyában, akkor ezt idegsebészeti műtéttel el lehet távolítani. Ilyenkor akár 100%-os gyógyulás is elérhető. Ha az agyállomány zúzódik, azzal olyan sok mindent nem lehet csinálni, ott rá kell bízni a természetre, hogy gyógyítsa a beteget, tehát az agyban ott akkor keletkezik egy pusztulás, aminek késői következménye az, hogy ott lesz egy heg. Ha bevérzés van nagyobb méretű, akkor azt néha el szokták távolítani idegsebészetileg, de ez nem minden esetben szükséges vagy lehetséges. Nyilván, hogyha a koponya olyan mértékben sérült, akkor ott a csontokkal is kell valamit csinálni, hogyha mondjuk olyan darabosat tört a koponyacsont, hogy ezt nem lehet visszahelyezni, akkor lehet plasztikázni a koponyát, de ezek ugye technikai részletek, amiben nyilván nincs idő belemenni. Hát a gerinc esetében nyilván a legfontosabb az, hogy ha a gerinc velő összenyomódik, azt minél hamarabb felszabadítani, említettem az előbb, hogy miért, és utána stabilizálni a gerinc oszlopot. És hát a regenerációt, az, hogy mennyire jön helyre, azt nem nagyon lehet befolyásolni. Vannak próbálkozások, például az, hogy egy baleset után nagy adag gyulladást csökkentő szteroidot adnak, akkor ezzel a hosszú távú esélyeket egyesek szerint lehet javítani, ebbe is megosztanak a vélemények. Sok mindentől függ a regeneráció lehetősége, életkortól nagy mértékben, de például bármennyire szomorúan hangzik, egy teljes gerincvelő haránt sérülés az a legegészségesebb fiatal embernél is maradandó következményekkel jár. Tehát, hogyha mondjuk ez a nyaki szakaszon van, akkor akár onnantól lefele teljes életre szóló bénulással és érzéskieséssel járhat. Igen, hogyha már itt tartunk, akkor említsük meg, hogy alapvetően milyen szövődményekkel járhat egy-egy ilyen sérülés. Tehát a koponyáról beszélve, amit meg kell említeni, lehet olyan, hogy ha mondjuk megreped úgy a koponya, hogy megnyílik, akkor például agyvíz csorgás lehet különböző helyekről, orrból, fülből. Aztán lehet olyan, hogy mondjuk egy nyílt sérülésnél bemegy kórokozó ezen a repedésen vagy nyíláson, és agyhártyagyulladást okoz. Aztán, ami késői szövődményként nem ritkán előfordul, az, hogyha az agyállomány sérül, ahol heg keletkezik, abból epilepszia indulhat ki. Tehát koponyasérülések után elég gyakori szövődmény az epilepszia. A gerincsérülésnél meg, ami szövődményként talán leggyakrabban jelentkezik, az, hogy ezek a betegek többnyire valamilyen mértékben bénulnak, és ágyban fekvővé válnak. És ezáltal hajlamosak lesznek mindenféle olyan szövődményre, mint az alsó végtagi trombózis, ebből kiinduló tüdőembólia. Ezek ellen természetesen megelőző injekciókat szoktak adni egy fekvőbetegnél. De például nagyon gyakran felfekvések alakulnak ki. Tehát ugye mivel a beteg nem mozog, ezért az a testrész, ami folyamatosan nyomódik, ott egy elhalás alakulhat ki a bőrön vagy a mélyebb szövetekben.
Hát illetve hát a tüdőgyulladás, a húgyúti fertőzés, egy gerincsérültnél gyakran az van, hogy a vizeletürítését ő nem tudja szabályozni, emiatt a húgyúti fertőzéseknek a kockázata is nagy mértékben megnő. Bízunk akkor abban, hogy a legtöbb embert ez majd elkerüli. Köszönöm doktor úrnak, hogy eljött hozzánk és megosztotta velünk a gondolatait a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újabb témával jelentkezünk itt az Egészség mentén című magazin műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!